Aláírás gyűjtésbe kezdtek a Pili Szentléleki lakosok, hogy az ő faluk maradhasson a Mi kis falunk című sorozat forgatásának színtere. Örülnek, hogy itt van a stáb? Persze, már aláírtam a két papírt. Ez nagyon jót csinál a falunak, a sorozat. Mi meg vagyunk elégedve, akik meg vagyunk. Na mindegy, de vannak ellenzék, mindig van ellenzék valakinek. Az ex-jobbikos Európa Parlamenti képviselő Morvai Krisztina hadjáratot indított az RTL Klub ellen, hogy kitiltassa Pili Szentlélekről a Mi kis falunk forgatását. Szerinte a sorozat készítése teljesen felborítja a 300 lelkes település életét, ahol a politikus nő tavaly egy üdülő ingatlant vásárolt. Ez az a Weekend ház, amit az Európai Parlamenti képviselő asszony Morvai Krisztina megvásárolt. Hova nézel? Ő panaszkodott arra, hogy a forgatás elképesztő zajjal jár. Ő leállítaná ezt, mert itt vett házat. És felbolygatja a falu életét. Eljöttek az udvarba is egyszer. Ön ezt tapasztalta egyébként? Ezt, hogy élhetetlen lenne, ezt nem. Ez az a lépcső, amit Morvai Krisztina szokott használni. Az ő leírása alapján igencsak tragikusnak tűnt a helyzet, úgyhogy eljöttünk ide Pili Szentlélekre, hogy egy kicsit katasztrófa turistáskodjunk. Föl van bolygatva az egész falunk. De most mi a forgatásra tetszik beszélni, vagy ez a Morvai Krisztina? Morvai Krisztinától, igen, igen, nem hittük volna. Én azt hittem, hogy jó asszony, vagy mit tudom én, hát ilyet csinálni, hogy leállít mindent, buszt is leállít, meg ilyeneket, nem tetszik neki, hogy jár. Buszok. Ez amúgy durva. Túllódik a kerék, meg minden. A Mi kis falunk rajongóinak többsége Morvai kifogadásának köszönhetően tudta meg, hogy hol forgatják kedvenc sorozatát. Jelentősen megélénkült a turistaforgalom Pili Szentléleken. Rengetegen utaznak azért több száz kilométert, hogy élőben láthassák a Mi kis falunk kulisszáit. Honnan érkeztetek? 60-ból. Békés Csabáról érkeztünk a párommal. From Prague, Czech Republic. Mi Kecskemétről jöttünk a párommal, sorozat kedvéért. Kicsit szép nézni ezeket a helyeket, megnézni, de sajnos forgatás van, úgyhogy nem mindent tudunk megnézni, de nagyon tetszik. A hely amúgy. Hol a wifi kód? A forgatás helyszínére zarándokló turisták először Pajkaszeg főterét szokták felkeresni, majd betérnek egy üdítőre a sorozatban szereplő Teca kocsmájába, ami valójában Marika nénié. Ugyan most beállítva. Ahogy jönnek, mindjárt filmeznek. Itt a kamera, minden. Ja, hát itt a központjuk. Az ide látogató rajongók egyike sem hagyná ki, hogy a Mi kis falunk díszletében fotózkodjon. A sorozat kultikus várpultja mögött Morvai Krisztina is örömmel pózolt. Azonban a politikus nő hétvégi háza meglehetősen közel van Teca kocsmájához és a busz megállóhoz is. Mi három éve élünk filmesekkel, semmi gond nem volt idáig. Befogadtuk őket, rendesek. Legalább élet van a faluban, látunk embereket. És nem zavar. Azért van itt közbiztonság Pili Szentléleken, hogy valaki ennyi fát kimmer hagyni az utcán, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem fél a filmestáttól. Morvai Krisztina a bíróságon folytatja hadjáratát a Mi kis falunk ellen. Egyelőre a helyi idegenforgalom látványos élénkülését sikerült elérnie, a szitkom turizmus Pili Szentlélek második legnagyobb bevételi forrása az RTL Klub műsora után. Aláírás gyűjtenek? Gyűjtem aláírás. Hogy maradjon a sorozat? Igen, igen, igen. Mert azért ott tesz a falunak. Azért kicsit fizetnek. Ahol bérlik a házat, ott is fizetnek. Tehát mindenki jó jár. Igen, meg Esztergom is jó jár. Nem tudom, hogy mi a gondja. Hát itt olyan emberek laknak, hogy kétkezű munkával keresik a kenyerünket. Nem volt jegyezve ez a falu. De most, ahogy van ez a forgatás, valahogy ki van emelve. Kedvesek az emberek, és az árok is elég szolidak. Mit szólnak ez a hangzavarhoz, amit van? Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.